A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara idén is megrendezte a mezőgazdasági gépész szakma kiváló tanulója verseny döntőjének első fordulóját, melyet Vépen bonyolítottak le. A diákoknak a verseny során írásban, szóban és gyakorlatban egyaránt számot kellett adni tudásukról, mesélte a Tolna megyei szakképzési centrum Vályi Péter szakképző iskola és kollégium mezőgazdasági gépész tanulója Nagy Márk, aki a 22. helyen végzett. Az előző gödöllői selejtezőn derült ugye ki, hogy ki az, aki bejutott. Én örömömre bejutottam, és aztán utána elmentünk Vépre, rá egy hónapra körülbelül. Ott Vépen ez egy háromnapos rendezvény volt, ott az első napon volt az ünnepélyes megnyitó, délután a szóbeli, a második napon pedig a gyakorlati része volt, itt ugye szántás, rakadógépezés, reszelés. Ez a vépi iskola kiküldött nekünk egy lapot, amin részletesen leírta, hogy mikre lehet számítani, készültünk előtte rendesen. Én úgy gondolom, hogy a szakmai tanárom, aki egyben a felkészítőm is volt, az beleadott mindent, és fel tudtunk készülni rendesen. Mi rendelkezünk otthon földterülettel, tehát ez a szántás ez nekem nem volt egy új dolog. A három év alatt gyakorlaton a reszelést, az ilyen félmegmunkálás, rakodógépezést is ugye gyakoroltuk. Hát a szóbeli része az váratlan volt, én igazából kicsikorom óta nem szeretek szóban felelni. A Tolna megyei szakképzési centrum Apácai Csere János Technikum és Kollégium pénzügy-számviteli ügyintéző tanulója Mózes Viktória az országos döntőbe került. A döntőben két rész volt. Először egy írásbeli forduló, majd a következő napon volt egy szóbeli forduló, ahol portfólió munkát kellett előadnunk. Kellett készülni pluszban, mert hiába volt a vizsgánkhoz hasonló. Kérdeztek egy magasabb szintű anyagot is, amit át kellett néznünk előtte. A döntőben 25-en voltunk, és április 12-én volt az első forduló, első napon volt az írásbeli része, erre 2 órát kaptunk. Nagyon fontos volt a versenyen az anonimitás, tehát sehol sem mondhattuk ki a nevünket, hanem mindenhol sorszámot kaptunk, és úgy kellett bemutatkoznunk. A második napon, 13-án pedig volt a portfólió előadás, erre 20 percet kaptunk, 15 percet kellett beszélnünk a portfólió munkánkról, és 5 percet kérdezhettek tőlünk a vizsgabiztosok. 4 vizsgarészünk lenne, és 3 alól kaptam felmentést, egyedül ezt az írásbelit kell majd újra letennem. Mákos Dorottya, szintén a Dombóvári iskola diákja, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által meghirdetett szakmasztár verseny középdöntőjébe szerepelt kiválóan. A tanárok segítségével jutottam be, ők választottak ki. Nem egyedül mentem, viszont csak én jutottam tovább. És ott a versenyen Budapesten összesen 14-en voltunk, én a 9. voltam. Fontos volt ugye az anonimitás nálunk is, 2 része volt. Az első az egy 1 órás írásbeli rész volt, de az se volt ilyen hú, de nagyon nehéz. Utána pedig egy portfóliót kellett előadnunk, amire összesen 15 percünk volt, és utána 5 percig kérdeztek tőlünk. Én nem abban a szakban indultam, hanem a felfejlesztett verziójában, úgyhogy nekem elég sokat kellett rá pluszban gyakorolnom, megtanulnom. Én igazából nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy eredményt el tudok érni, és minden rész alól a vizsgában felmentést kaptam. Az ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyének országos döntőjén vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretekből Horváth Péter a 10., Pónya Márton a 11. helyen végzett. Verseny úgy nehéz volt, de hogyha készült rá az ember, akkor azért meg lehetett oldani. Az emelt szintű érettségének az anyagát kérték tőlünk a versenyen. Hát úgy otthon átnézegettem néha a dolgokat, meg ilyen sem, és úgy fogjuk rá, hogy ment a verseny. Hát ugye az egész országból voltak szerintem egy ilyen 50-en, 60-en azért biztos, hogy lehettek. Hát a vasúti szakmára azért elég kevesen jelentkeznek, de azért voltak egy páran, teljesen elégedett vagyok, mert nem számítottam volna, hogy eddig eljutok, szóval én már a 10. helyen is teljesen meg vagyok elégedve. A Tolna megyei szakképzési centrum méltán lehet büszke diákjaira, akik kitűnő eredményeikkel intézményei hírnevét is öregbíti.